estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Ne kapcsoljanak sehová, kezdünk! A matematika, természettudományi, informatikai és a műszaki képzések népszerűsítése érdekében szervezett versenyt középiskolások számára az Óbudai Egyetem. A döntőben kreatív feladatokban mutathatták meg tehetségüket a fiatalok a titkok házában. Gondolkodnak a fiatalok a feladat megoldásán. Itt éppen répából kellett a négy tagú csapatoknak a mentoruk külső segítségével furúját készíteni. Olyan zöldséghangszert, amely aztán meg is szólal. A régióból 6 csapat jutott be a döntőbe, akik az alapfeladatot a legjobban oldották meg. Az időutásnak a kulcsa a tornyunk és a videónk volt. A Szűcs Robert tanárról, a felkészítő tanárunk nagyon sokat segített ebben. Ő vágta a videót, mi meg elkészítettük a tornyot, segített a technikákban, hogy hogyan csináljuk meg, és igazából szerintem ez a legeslegnagyobb kulcsa annak, hogy most itt állok a versenyen. Miből is állt ez a torony, mit próbált bemutatni, érzékeltetni, milyen anyagokat használtatok fel hozzá? A szabályzat úgy szólt, hogy ugye 1 kiló tészta, az nem volt megadva, hogy milyen tészta, és 1/2 kiló pillecukor kellett hozzá. Igazából nem volt megadva semmilyen táppont, az volt a lényeg, hogy minél magasabb legyen, és a végén egy tojást elbírom bírni, szóval annyira erős legyen a torony, hogy egy tojást fel tudjunk rakni a tetejére. A filmen kívül egyébként másmilyen feladatokkal is meg kellett küzdenetek? Tehát be kellett küldeni valamilyen feladatmegoldásokat? Nem kellett, csak is a filmet kellett beküldeni, viszont erre kaptunk hosszabbítást is, hogy rendesen el tudjuk készíteni. Mit lehet tudni erről a versenyről, erről a STEM versenyről, egészen pontosan kiknek szól, mi mindennel kell megküzdeni a fiataloknak? Az Óbudai Egyetem elsőként rendezi meg ezt az agyvihar versenyt, középiskolás hallgatóknak szerveztük, és ez egy tudománynépszerűsítés. Nagyon izgalmas feladatokat oldanak meg, és a végén pedig értékes ajándékokban részesülnek, 3D nyomtató mobiltelefonok. A célunk az, hogy minél több hallgató diák megismerje a műszaki tudományokat, a műszaki tudományi pályát válasszák az egyetemen keresztül. A STEM rövidítése az a tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika. Ez egy angol szó. Magyarországon az MTM-t használjuk, a matematika és mérnöki tudományok. Ez egy világszintű kezdeményezés, és ennek a célja az, hogy minél érdekesebbé, vonzóvá tegye a mérnöki tudományi pályát. Európai uniós programok vannak erre, Magyarországon is elindult. Magyarországon az Óbudai Egyetemen megalakult a STEM platform, ennek a célja, hogy ilyen típusú programokat egy közös platformra hozzá legyen egy tudásmegosztás, és hogy fejlesztéseket az ország minden szegletéből el tudják érni a tanárok, a döntéshozók. Kicsit a Triple Helix modellre alapul, ami annyit jelent, hogy a tudományegyetemek, az iskolák, az önkormányzatok és az ipar kezdjen el együtt gondolkodni egy problémán, hiszen az iparnak mérnökökre van szüksége, az egyetemeknek hallgatóra van szüksége, és maga az önkormányzatoknak pedig egy olyan polgárokra, akik ott helyben dolgoznak és megfelelő műszaki végzettséggel rendelkeznek, és hozzájárulnak a magának a helyisnek, a régiónak a fejlődéséhez. Hogyan lehetett felkészülni erre a versenyre? Mi szerepelt a filmetekben? Hogyan vettetek részt? A filmünkben 2 tornyot építettünk. Az első torony sajnos összedőlt már aznap. Ott akkor elkezdtük újra megtervezni, hogy sikerüljön megépíteni. A második egy egész nagyobb lett. Ez a talapzatát sokkal nagyobbra építettük. Az pedig nyár elején dőlt össze. Addig egész végig az iskolánkban kiállítva volt, és láthatták a diákok, akik ott tanulnak. Meg volt adva-e, hogy milyen anyagokat lehet felhasználni, és azt, hogy tornyot kell mindenképpen építeni, vagy bármit lehetett építeni egyébként ezekből az alapanyagokból? Meg volt adva, hogy azt hiszem 1 kiló tészta és 1/2 kiló pillecukorból kellett megépíteni. Meg volt adva, hogy torony, de az nem volt meg, hogy mekkora legyen. Az volt a lényeg, hogy elbírja a tojást. Nem volt megadva, hogy milyen tojás legyen, de amilyen kell bírta, és egy egész szép, majdnem 180 cm magas lett a tornyunk. Milyen tervezési munkák kellettek előzetesen ahhoz, hogy felépüljön ez a torony? Először a talapzatát, hogy kiszámoljuk, hogy milyen magasra tudjuk majd kiépíteni, hogy a szélességét, és a magasságát pedig az, hogy jól rögzítsük, számolgatások és minden egyéb. És akkor mit lehet tudni erről a mostani versenyről, a mai versenyről, hogyan lehetett felkészülni?
használtok sem eszközöket? Felkészülni sajnos a mi iskolánkban elég nehezen tudtunk, de videókat néztünk nagyon sokat, meg a felkészítő informatika tanárunk is nagyon sokat segített nekünk, úgyhogy reménykedve várjuk, hogy jól fog sikerülni a mai verseny. Miért szervezte meg az Óbudai Egyetem ezt a versenyt? Miért fontos, hogy a fiatalok már ebben a korban érdeklődjenek mondjuk a műszaki tudományok iránt? Hát mondanám azt, hogy egyébként remélem, hogy nem már csak ebben a korban, hanem ennél jóval korábban elköteleződtek a műszaki tudományok irányába. Talán ilyen szempontból azt mondanám, hogy pont a kutatók éjszakája egy tennapra zárult rendezvénysorozat az Óbudai Egyetemen, és egyébként országos jellegű, ahol egyébként még kevesebb, még kisebb embereket, illetve gyerekeket próbálom megfogni. A műszaki tudományok az a kiinduló pont, a hozzá szerethető és kreatív elképzeléseknek az ösztárát próbáljuk igazából elhozni, és ehhez egyébként egy olyan STEM koalíciót alakítottunk egy pályázat keretében Magyarországon, amelynek pont az a célja, maga a STEM, az egy rövidítése, amit az Amerikai Akadémia hozott létre évekkel ezelőtt, gyakorlatilag a System Technology Engineering and Mathematics változata, tehát magyarán a műszaki tudományok irányában összefogó tudományágak és kreatív, innovatív megoldások. Ennek a magyar koalícióját vezetjük, és ennek a keretében egyébként gondoltuk azt, hogy alkotunk. Milyen feladatot kell majd megoldani itt a fiataloknak a labirintussal kapcsolatban? Lego robotokkal kell végigmenniük egy pályán, és az a különlegesség benne, hogy egy kamera van szerelve a robotra, és ők nem látják a pályát konkrétan, amin keresztül kell vinniük ezt az eszközt, hanem csak a kamera által közvetített képet, és egy iPadről vezérelni kell távirányítással az eszközt, és a képet is csak azon keresztül fogják tudni látni. Tehát gyakorlatilag ugyanazt az élményt kell, hogy adja, mint hogyha egy autóval végig kellene mennünk egy labirintuson. Ez egy 3 méter hosszú, 80 centi széles pálya, és előre meg volt adva a fiataloknak, hogy egy 25 centis sávszélességek lesznek, amiben közlekednie kell, a pályarajz rendelkezésükre áll, tehát tudtak ezekre készülni és gyakorolni. Ami a különlegessége ennek az eszköznek most, ez mi úgy készítettük el, hogy lapra szerelhető legyen, tehát hogyha a rendezvény véget ér, akkor most láthatjuk, hogy elég nagy alapterületet foglal el, de utána mobil eszközként tudjuk vinni utána az iskolákhoz, vagy akár itt a titkokházában a foglalkozásainkhoz felhasználni, és hadd gyakoroljanak rajta, hadd foglalkozzanak vele, akár ugye be is lehet majd programozni különböző megoldásokkal, hogyha érzékel egy bizonyos jelet a Lego robot, akkor tudja abból azt eldönteni, hogy itt most balra kell kanyarodni, vagy hány méter van még a falig. Mit lehet tudni ennek a labirintusnak a kivitelezési munkálatairól, hogyan zajlott, mennyi ideig tartott, mi mindenből áll? Matematika-fizika tanár létén, tehát nem nagyon kapcsolódik ehhez a dologhoz, hanem mi székely ember, úgy barkácsoltam is, a polgármesterasszony révén kerültem kapcsolatba evel a munkával. Hát őszintén megmondva, tehát úgy szakmát nézve nem volt nehéz dolog, mert mindent megkaptam, csak éppen össze kellett szereljem. Igen, nagyon élvezetes munka volt számomra, mert tudtam, hogy valami hasznos dolgot teszek, mint nyugdíjas pedagógus. Ugye azért itt egy labirintusról van szó, úgyhogy itt nagyon, nagyon figyelni kellett, gondolom én, hogy hogy van lett megtervezve. Biztos minden egyes famunkánál így van, de hogy mennyire volt nehéz ez azért, ez így tényleg hosszú is, széles is. Hát elején egy picit számomra érthetetlen volt a dolog, ami könnyebb volt, azon túladtam hamar magamat, és utána akkor Pétertől újra segítséget kértem, mert valóban voltak olyan részek, amelyeknél forgatni kellett, és másképpen kellett összeszerelni őket, és akkor utána minden rendben volt, és sikerült összehozni 3 nap alatt. A kreatív feladatokat a legügyesebben a Füleki Gimnázium csapata oldotta meg, második helyen végzett a Láncos Kornél Gimnázium, harmadik helyet ért el a Széchenyi István Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola csapata. Légiós bemutató, gladiátorharc és interaktív előadások is várták szombaton a Tácsi Gorziumba érkezőket. Az egésznapos rendezvényen az októberi római ünnepély összes elemét felvonultatták. A
Az ókori Rómában az Augustálián hagyomány volt a kerületek versengése. Ezt idén Palatinus legényei nyerték el Szubura suhancaival szemben. A Telci Gorzium Régészeti Park idén is megszervezte Augustália ünnepét, ahol a közönség nem csak megfigyelhette ezeket a hagyományokat, de részeseivé is válhatott. Az októberi ló ünnepét, valamint Augustália szertartásának ünnepét láthatták a kedves nézők, amely Augustus császár Rómába történő hazatérésének tiszteletére rendezett ünnep, amikor a provinciákat bejárta, hogy birodalmát ellenőrizze, és mindent rendben ellenőrizze, hogy mindent rendben talál-e, akkor hosszú 3 éves tartózkodása után érkezett haza Rómába, és ennek a tiszteletére alapították az Augustália ünnepét, amely októberre esett, és ugyanekkor volt az októberi ló ünnepe is, és az egy népi mulatsággal, lóversennyel, kerületek harcával egybekötött karneváli hangulatú ünnep volt, azt idéztük fel itt most a gorziumi Augustália keretein. Volt egy októberi ló áldozati szertartás, amihez ki kellett választani a legjobb lovat Rómában. Ezt pedig úgy elképeztük, hogy a nézők 2 falovat megfuttattak, és a győztes versenyző lova lett kikiáltva a legjobb lónak Rómában. Ezt a lovat aztán szimbolikusan feláldoztuk, tűzre tettük, és a fejét pedig az a csapat kapja meg a nézők közül, akik a kötélhúzó versenyen, egyfajta ilyen kerületek harcában az erősebb kerületnek bizonyulnak. Tehát a legjobb kerület lakói a legjobb állatot megkapják, és ők tűzhetik ki a kerületük szimbólumaként szolgáló épületre. Nem összed észre díjon is az, hogy ezek egyáltalán nem láttak minket, ezek homályos árnyképek vagyunk. Valódi hatalmuk és isteni erőket, ezek képtelenek fel. Csak! Egy filozofáló most velák, aki másodt, hogy csak oroszlának és bikát tud. A nézők egy bakkanáliai ünneplésbe csöppentek. Egy humoros előadásban Dionüszosz a bor és a mámor istene mellett Herkules és Ámor vicces dialógusa vezette fel az ivóversenyt, aminek a végén kiderült, ki az idei bor király. Természetesen ez csak egy apró szelete volt annak az egésznapos rendezvénynek, ami az Augustália ünnepét és hagyományait hozta test közelbe. A szombat folyamán légiós bemutató, gladiátorharc és korabeli kiképzés is az ünnepi repertoár része volt. A Gorzium Régészeti Park már évek óta különböző programokon keresztül igyekszik test közelbe hozni a történelmet és az akkori kultúra elemeit. A régészeti park az tulajdonképpen 2 dologra szolgál. Egyrészt a nevéből adódóan ugyebár régészeti kutatásokra, viszont a másik eleme az ugyanilyen fontos, sőt egy idő után a régészeti munkák befejezése után még fontosabb, hogy élettel töltsük meg. Most a látogatók természetesen egy része az érdeklődik csak egyszerűen pusztán a romok, épületek, tárgyak iránt is, de nagyon sokan igazából csak akkor mennek el múzeumba vagy egy régészeti parkba, amikor valamilyen kísérő rendezvény is van. És hát igazából ezt próbáljuk meg Gorziumban is kicsit több rendezvénnyel életre kelteni, hogy ne idézőbetéve csak a Florália legyen, mint nagy rendezvényünk, ami ugyebár az évadnyitónk, hanem gyakorlatilag folyamatosan a viszonylag kellemes időjárású szezonban legyenek rendezvényeink. Az Augustáliára a rossz idő ellenére rengetegen voltak kíváncsiak. A látványos és interaktív előadások mellett egy kézműves sarok is várta a kicsiket, ahol mindenki elkészíthette saját pajzsát és kardját, vagy akár hajóját is. Az étkező pedig korabeli étkekkel kínálta az éhes vendégeket, amit a korhoz illően garummal, avagy halszószal ízesítettek. A Florália évek óta tartó sikerének és az Augustália egyre növekvő népszerűségének köszönhetően jövőre elképzelhető, hogy egy nyárközi ókori ünnepi is csatlakozik a Gorzium Régészeti Park eseménynaptárába. Ha kihagytunk egy hosszabb, rövidebb időt, de újra kezdenénk, vagy éppen most határoztuk el, hogy rendszeresen fogunk edzeni, az már fél siker. Viszont nehogy sérülés legyen a vége, fontos, hogy helyesen végezzük a gyakorlatokat. Mutatjuk a legtipikusabb hibákat. A
heti feedben 5 olyan alapgyakorlattal fogunk foglalkozni, amiről mindenki azt hiszi, hogy jól csinálja, de azért vannak tipikus hibák, amiket elkövetünk. Erről kérdezzük itt a Kettler szakemberik. Na, melyik ez az 5 gyakorlat? Igen, ez az 5 gyakorlat lenne egyszer a guggolás, a fekvőnyomás, a széles lehúzás háthoz, az oldalemelés, illetve a biceps hajlítás rúddal. Azt láthattuk, hogy hogyan csináljuk helyesen ezeket a gyakorlatokat, de mik szoktak lenni a hibák általában? Igen, általában itt ugye legfőképpen a törzsizomra kell fókuszálni. Ugye figyelünk arra, hogy kevésbé dőljünk előre, illetve hogy feszesen tartsuk a hátunkat, nem puposan, illetve hogy a levegővételre figyelünk, hogy a megfelelő levegővétellel kontrolláljuk a testünket. Miért gond, hogyha rosszul csináljuk ezt a gyakorlatot? Ugye, ahogy az előbb is mondtam, ugye egy rossz levegővételnél, tehát hogyha rosszul cseréljük a levegőt, akkor ugye a testünket nem feszesen engedjük bele a mozdulatba, ezáltal ugye pupos lesz a hátunk, illetve ugye a sérülés veszélyhez előfordulhat könnyebben. Úgyhogy mindenképpen ezekre figyelni kell. Hogyha már helyesen csináljuk, akkor mondjuk hányszor érdemes ezt csinálni, hogyha elkezdjük az alapokat? Én mindig a magasabb ismétlés számokat szoktam szem előtt tartani. Ugye főleg egy kezdő esetében, vagy egy újrakezdő esetében mindenképp egy magasabb, egy 12-15-ös ismétlést javasolnék. És majd a későbbiekben, amikor már ugye az erőálló képesség is javult, illetve a gyakorlatnak a végrehajtása, akkor mindenképpen súlyokat is előtérbe helyezném, és ezáltal ugye az ismétlést csökkenteném, és így variálnám az edzést. A fekvenyomás szintén egy ilyen nagyon népszerű alapgyakorlat. Mire érdemes odafigyelni? Igen, a fekvenyomás ugye ez egy nagyon központi gyakorlat, úgymond. Amit problémának szoktam felfedezni, hogy ha nem megfelelő súlyt választják az emberek, ugye szeretnek úgymond egy kicsit jumpizni, ugye a férfiak körében, mindig kicsivel fölé lövik a súlyt a saját határukhoz képest. Amit én javaslok itt is egy újrakezdő, illetve egy kezdő esetében, hogy mindenképp egy magasabb ismétlésszámmal gondolkodjunk, illetve az, hogy a segítőnk mindig legyen itt a hátunk mögött. Mivel hogyha egy rosszul megválasztott súlyt esetleg nem bírunk el, akkor azért itt hamar a súly alá kerülünk, és ott is maradunk. Mindenképp kell egy külső szemlélő, az ember ugye mindenképp azt szeretné, hogyha a legnagyobb súlyokat használná, látványos legyen. Én úgy gondolom, hogy elsősorban nem a látványra kell menni, hanem arra kell menni, hogy mi az, amit valóban elbír az ember, és sérülés veszély nélkül ki tud vitelezni. Én úgy gondolom, hogy apránként érdemes fölmenni egy bizonyos súlyig, és ott kitapasztalni azt, hogy mi az a határ, ahol még elbírjuk a súlyt, és mi az, ahol már segítségre van szükségünk, és akár egy külső segítség által plusz erőket tudunk bevetni a játékba. Amire érdemes figyelni ennél a gyakorlatnál, hogy egy normál szélességű fogás kell alkalmazni, tehát egy válszélesnél egy picivel szélesebb fogást. A súlyt mindig szegcsonthoz engedjük be, tehát nem a nyakunkra, illetve nem a hasunkra. Ami még nagyon sok embernél szokott probléma lenni, a csípőnket nem emeljük meg, tehát a csípő, a fej az a padon van, és ezáltal ugye felfekszünk a padon, és nem billentjük át a testünk súlypontját azáltal, hogyha ha mondjuk egy nagyobb súlyt választunk meg. A következő gyakorlat sem tűnik bonyolultnak, mégis vannak hibák, amiket általában el szoktak követni. Mire hívnád fel a figyelmet? Igen, ugye a következő gyakorlat az egy két kézi súlyzzal végzendő oldalemelés. Ugye ez az oldalsó vállakat célozza meg. Ami nagy probléma szokott tenni, és ezt mindenkinek látom, a nem megfelelő súlyválasztás, ugye ez általában egy tipikus probléma szokott tenni, illetve az, hogy a mozgástartományt nem jól választjuk meg, illetve használjuk, és ezáltal ugye a nagyobb súlyokat tudjuk megmozgatni, de sajnos a célizmat ezt nem tudjuk megfelelően terhelni. Be is mutatom ezt élőben.
amire kell figyelni, testmellől fogjuk indítani a súlyt, tenyerek lefele néznek, könyökök fölfele, és gyakorlatilag így vízszint magasságig fogjuk emelni a súlyt. Kontrolláltan, nem lendületből, nem csípővel, csípő bevonásával, hanem csak az oldalsó váraknak a használatát vesszük igénybe. Ismétlés számról mit érdemes tudni? Ismétlés számban itt is a magasabb ismétlés preferálom, tehát itt inkább a 15, akár még a 20 és az fölött. Mindenképpen a magasabb ismétlés szám, mivel ez egy kis izomcsoport, itt azért egy intenzívebb terhelésre van szükség. Sokszor látom ugye a jelenlévő emberek között a különböző technikákat. Ugye szokott a nem megfelelő súlynál megint csak ugye a tipikus probléma lenni, testtelől indítjuk, hajlított kézzel belelengetünk és megrángatjuk, megciváljuk a súlyt. Ez egy ilyen klasszikus hiba szokott lenni, illetve az, amikor a tenyerünk nem lefele, hanem úgymond egy kicsit egy ilyen kicsavart pozícióba fölfele áll, illetve ugye a könnyökünk is lefele néz. Tehát ez egy pont egy ellentétes mozdulat lesz. Nekünk ugye ez a mozdulata szükséges a gyakorlat végrehajtásához. Ismét egy alapgyakorlat jön, és ismét lesznek tipikus hibák. Igen, ugye ez egy biceps gyakorlat lesz, ugye a hatalmas óriási karoknak az egyik alapköve. Egy biceps hajlítás rúddal, mégpedig egy francia rúddal, amiről azt kell tudni, hogy egy hajlított rúdról van szó. Ugye ez a csuklónak a megfelelő, kényelmesebb pozícióját biztosítja. Ami probléma szokott lenni, itt is szintén egy nem megfelelő súlyválasztás, illetve ugye amikor a törzsel, illetve ugye a derékkal rásegítünk a mozdulatra, a vállakat, meg a könnyököket kiugrasztjuk úgymond a saját pozíciójából, tehát be is mutatom. Egy ilyen lendítésszerű mozdulatot szoktak általában az emberek végezni, ahol ugye a könnyökünk is följön, a vállunkból is megcsavarjuk a mozdulatot, illetve ugye a derekunkból egy lendületet adunk a súlynak. Na ugye ez egy rossz végrehajtási technika volt, ami nekünk megfelelő, mindenképp egy feszes hát, felkarokat test mellett tartjuk, csuklónk egy vonalban az alkarral, felkarunk ugye testünk mellett, felhúzzuk, bicepszet végén megfeszítjük, majd visszaengedjük kiinduló pozícióba. Itt is, ami javasolt, magasabb ismétlésszám, ugye egy kezdők esetében mindenképpen, amikor már haladóbb szinten vagyunk, amikor az állóképesség és az erőszintünk is már fejlettebb, akkor lehet nagyobb súlyokat használni bizonyos csalás keretein belül, de mindenképpen a kezdőknek azt javaslom, hogy itt is egy 15-20-as ismétlés szám mehet. Bemutatott gyakorlat egy széles hátizom gyakorlat volt, ami a húzózkodásnak úgymond egy alternatívája. Ami itt is a probléma szokott lenni, megint csak ugye a nem megfelelő súlyválasztás, ami azt eredményezi, hogy derékből egy nagyobb lendületet veszünk, illetve a karok karizmok segítségével úgymond belesegítünk a gyakorlat kivitelezésébe. Itt is azt mondom, hogy szükség van egy jó megfelelő súlyválasztásra, illetve a kezdők esetén szintén egy magasabb ismétlés, egy 12-15-ös ismétléssel kombinálják mindenképpen. Hogy tartsuk a kezünket, mire figyeljünk a hátunknál, itt is meghatározó ez a két dolog? Igen, itt is ugye a könnyökünknek a pozíciója, tehát mindenképpen függőleges irányba mozog a könnyökünk, illetve a karunk. Az alkarunk egy vonalban van a csuklónkkal, illetve hogy a mellkasunkhoz húzzuk a mozdulatot, ezáltal ugye nem fordulnak ki a vállaink a helyéről, illetve a kötöttebb embereknek is kényelmesebb pozíciót biztosít, mint mondjuk egy nyak mögé húzás, ahol kicsit a vállizületünk ki van csavarodva. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!